Itt vagyunk Kiskunhalason, a Hírling József Lovas Parkban, ahol egy nem mindennapi esemény történt nemrégiben, az Amatőr GP-t holtversenyben két hölgy nyerte meg. Hogy alakult ki ez az eredmény? Leginkább a véletlen műve szerintem. Próbáltuk mind a ketten a legjobbat teljesíteni. Hát szerintem mindketten nagyon kockáztattunk, 14 összevető volt, ami azért elég soknak számít, és mindenki nagyon gyorsan ment. Úgyhogy én a végén mentem, én nem láttam a Harrietet menni, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, és hát így alakult. És milyen volt a pálya? Nehéz volt? Technikás volt szerintem, de én nagyon élveztem minden esetre. Igyekeztem. Jó pálya volt, jól lovagolható, jó vonalakkal, volt benne feladat, úgyhogy szerintem azért feladta a pályépítő a leckét, de jó volt lovagolni nagyon. Mi a véleményetek erről a füves pályáról? Hát én 4 éve nem versenyeztem füvön, így alakult, de ez nekem most nagyon tetszett. Nagyon jó a talaj, úgyhogy lehet jönni. És ez az eddigi legnagyobb sikered? Mondhatni igen, még Csongrád megyei amatőr bajnokságot nyertem 3 éve, meg ifiben voltam még előtte 3., úgyhogy így most ez lett a következő. Nálatok, mik a legnagyobb sikerek eddig? Én ezt a lovat csikókora óta lovagolom, most 8 éves, amikor 6 éves volt a legelső Grand Prix-t, én nyertem vele Bábolnál. Most ez azért külön öröm, hogy itt is sikerült, mert ugye őt itt a Bognár Ménesben tenyésztették, úgyhogy itthon versenyzett. Amúgy életében először ment füvön, és az első nap 1:30-ra mentem bele a füvön, és nagyon-nagyon jól ugrott, úgyhogy biztom benne, hogy itt is jól fog. Tegnap is megnyerte, első nap meg második volt, úgyhogy nagyon-nagyon jól ment itthon, szerintem érezte, hogy hazajött. Akkor még egy utolsó kérdésem lenne hozzátok, hogy mik az idei tervek? Én a sampionátusban szeretnék menni U25 kategóriában. Én is sampionátusra szeretnék menni, hát most kezdtem el vele télen 1:30-on menni, a felnőtt sampia cél, hogyha jól fog menni, úgyhogy remélem, sikerül.